Április 11-12-én iratkozhatnak be a nagycsoportos óvodások az általános iskolába, az úgynevezett Kréta elektronikus ügyintézési felületen keresztül. A rendszert mintegy 5 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból fejlesztették, mely 18 különböző iskolai ügyintézése mellett fizetési lehetőséget is biztosít a szülők számára. A távlati cél, hogy a hagyományos mód mellett egyre többen jelentkezzenek elektronikusan az általános iskolákba is. A másik mód pedig az elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztráció, ami azt jelenti, hogy az eügyintézés.ekreta.hu/kezdőoldal felületen, de nyilván ez az iskolánk honlapján is elérhető, regisztrálnak a szülők, a regisztráció után elindítják a gyermeknek a jelentkezési, beiratkozási folyamatát, ki kell tölteni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, a szükséges nyomtatványok letölthetők, kitölthetők és visszatölthetők a felületen. Bármelyik módot is választja a szülő a beiratkozás napján, tehát április 11-én vagy 12-én mindenképpen meg kell jelennie az intézményben. A kormányzat részéről hosszú távú cél, hogy idővel csak az elektronikus beiratkozást tartsák meg, mondta el az intézmény vezetője. Fontos, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és nyomtatványokat is vigyék magukkal a szülők akkor is, ha az eKréta felületen már elindították a beiratkozást. Ami szükséges, a gyermek nevére kiállított személyazonosítást igazoló igazolvány, lakcímkártya a gyereknek, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazoló óvodai szakvélemény, amennyiben van más irányú szakvélemény, esetleg SN és sajátos nevelési igényű gyerek, vagy más szakvélemény, vagy szakértői bizottsági vélemény, nyilatkozat a törvényes képviseletről, amennyiben ez releváns, nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról, amennyiben szintén ez releváns, és ami feltétlenül szükséges, az a hit, etika, hit és erkölcstan nyilatkozat. Azt, hogy eddig hányan használták ezt a beiratkozási formát, még nem tudni. Az intézményvezető azonban arra bíztat minden szülőt, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen lerövidíti a helyi beiratkozás ügyintézési idejét.